quiero dar la bienvenida al embajador y voy a leer la carta para que no te pierdas. Querido embajador, amigos de la editorial, Metropolis Media Group Editor, Catabaju, gracias, Petrabader, gracias, editora, gracias. Eristo Cervantes muestra su agradecimiento a la Embajada de Chile y a la editorial por la propuesta de colaboración que nos hicieron llegar antes del verano y que se concreta hoy con la presentación en Hungría de la novela Cramp de la autora chilena María José Ferrada. Kedves nagykövet úr, tisztelt barátaink! A Cervantes intézet köszönetét szeretnék kifejezni a chilei nagykövetségnek és a Metropolis Media Group kiadónak a nyár elején érkezett felkérésért, mely együttműködés eredményeképpen a mai napon María José Ferrada chilei írónő Cramp című művét mutathatjuk be itt Magyarországon. El objetivo fundamental del Instituto Cervantes es la difusión de la cultura en español proveniente de toda la comunidad hispanohablante. Y uno de los aspectos más interesantes de los últimos años de la expresión cultural en español es la creación literaria y muy especialmente la narrativa de mujeres escritoras de países hispanoamericanos. A Cervantes intézet alapvető célkitűzése az egész spanyol ajkú közösség kultúrájának közvetítése, az utóbbi években pedig a spanyol kultúra egyik legértékesebb aspektusa az irodalom, azon belül is a latin-amerikai országok női íróinak történetmesélése. María José Ferrada es un buen ejemplo de este movimiento literario. Por ello estamos especialmente interesados en participar en la presentación de Cramp al lector húngaro, a quien se le abre la oportunidad de descubrir una literatura rica, diversa y llena de matices. Gracias, María. María José Ferrada tökéletes példája ennek az irodalmi vonalnak, ezért is tartottuk kifejezetten fontosnak, hogy részt vehessünk Cramp bemutatásában a magyar olvasóknak, akiknek által a lehetőségek nyílik megismerkedni egy gazdag, változatos és sokszínű irodalommal. Köszönöm még egyszer. Por favor, invito al embajador de Chile, Camilo Salveza, que nos acompaña a decir más palabras. Gracias. Querido director, estimado Javier, estimados asistentes, en primer lugar quiero agradecer una vez más al Instituto Cervantes por acoger a los países latinoamericanos y facilitarnos la difusión de nuestra cultura. Kedves igazgató úr, tisztelt résztvevő! Először is újfent köszönetemet szeretném kifejezni a Cervantes intézetnek, hogy otthont ad a latin-amerikai országoknak, és segít nekünk abban, hogy terjeszteni tudjuk kultúránkat. El martes de la presente semana, en esta misma sala, acompañábamos al pintor chileno Maxi en su presentación del documental La creación de una obra simbólica. Y ahora nos convoca la presentación de la novela Cramp de la escritora chilena María José Ferrada. Ambos coinciden en su preocupación social, Max por el terrible impacto de la guerra y María José sobre los niños jóvenes en situaciones difíciles. Ezen a héten kedden, ugyanebben a teremben volt szerencsénk részt venni Max Szír chilei festő dokumentumfilmjének bemutatóján, melynek címe egy szimbolikus műalkotás létrehozása, most pedig María José Ferrada chilei írónő Cramp című könyvének bemutatójára gyűjtöttünk össze. Közös bennük, hogy mindkét művész érzékeny a társadalmi problémákra, Maxot a háború rettenetes hatása, María José pedig a gyermeki lét nehézségei foglalkoztatja. Para mí es un orgullo participar en el lanzamiento del libro de María José, el cual ha sido un proyecto en el que nos ha dado mucha alegría trabajar. Büszke vagyok, hogy részt vettem María José könyvének kiadásában, sok örömet okozott a projekten dolgozni. Esta compatriota, periodista y escritora, nacida en Temuco, en el sur de Chile, es autora de una decena de libros para niños y jóvenes. Ha recibido numerosos galardones, entre ellos se destaca el premio Marta Brunet y recientemente el premio Cervantes Chico Iberoamericano, instancia que reconoce la obra de autores iberoamericanos de la literatura infantil y juvenil en lengua castellana.
Honfitársunk újságíró, író, Délcsényében, Temukóban született, már több mint 10 fiataloknak és gyerekeknek szóló könyvszerzője. Több díjjal, többek között Márta Brunner díjjal is jutalmazták, nemrégiben pedig megkapta a Cervantes Chico Iberoamericano díjat, mely az iberoamerikai, spanyol nyelven alkotó, ifjúság és gyermekirodalom íróinak művei díjazza. Su obra, calificada como excepcional por el New York Times, incluye temas como la belleza de la cotidianidad infantil, pero también otros más duros, como los difíciles procesos a los que se enfrentan muchos niños en situaciones como dictaduras o migraciones forzadas. Su primera novela para adultos, Cramp, ha sido todo un éxito en la literatura latinoamericana. A mű, amit a New York Times a kivételes jelzővel illet, többek között szól a gyermeki hétköznapok szépségéről, ugyanakkor nehezebb témákat is feszeget, mint például a gyermeki lét nehézségei diktatúrában vagy száműzetésben. Cramp, amely az első felnőtteknek szóló regénye, nagy sikert aratott a latin-amerikai irodalmi életben. En el contexto de una dictadura militar, esta novela sigue la historia de una niña y su padre, quien trabaja como vendedor ambulante, profesión que lentamente va desapareciendo. Evoca una nostalgia del pasado y logra combinar la inocencia y autoconciencia con elementos del entorno que condicionan la niñez. Nos entrega una mirada literaria hacia su mundo interior, pues su obra contiene un importante matiz autobiográfico. Katonai diktatúra alatt játszódik egy kislány és édesapja története. Az édesapa foglalkozása vigét, azaz utazó ügynök, mely foglalkozás lassacskán el is tűnik. Egy letűnt korszakot idéz, és egyszerre ábrázolja a gyermeki ártatlanságot, az öntudatra ébredést és azokat a külső tényezőket, amik alakítják a gyermekkort. Belső világát irodalmi szemüvegen keresztül mutatja meg, így a műnek van egy önéletrajzi vetülete is. Metrópolis Media Group, con quien hemos trabajado conjuntamente para realizar este proyecto de traducción, y al Instituto Cervantes por hacer posible compartir con ustedes su trabajo. Espero que disfruten el panel de discusión y que tengan la oportunidad de leer su libro. Muchas gracias. Szeretnénk köszönetet mondani a Metropolis Media Group kiadónak, akikkel együtt dolgoztunk azon, hogy a fordítás megszülessen, és a Cervantes Intézetnek, hogy a segítségükkel bemutathatjuk Önöknek az elkészült munkát. Remélem, hogy érdezni fogják a kerekasztal beszélgetést, és hogy lesz szerencséjük elolvasni a könyvet. Köszönöm szépen! Én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött, hogy meghallgassa a könyv bemutatót, Maria José Ferrada Cramp című könyvének a bemutatóját. Elsőként is szeretnék köszönetet mondani a Cervantes Intézetnek, hogy lehetővé tette, hogy ma ezen a szép délutánon összegyűjjünk és beszélgethessünk a könyvről. Továbbá szeretném megköszönni a chilei külügyminisztériumnak, hogy van egy ilyen remek fordítás támogatási programjuk, amit megpályáztattunk, és aminek a segítségével létrejöhetett ennek a könyvnek a magyarországi kiadása. És külön köszönettel tartozom a chilei nagykövetség két munkatársának, Paula Javiera Echavarria Merinónak és Sebastián Aguilera Pollernek, hogy segítettek megírni a nagyon bonyolult pályázatot. Nélkülük nem sikerült volna, úgyhogy ezúttal is nagyon szépen köszönjük a segítséget. Hát a nagykövet úr nagyjából ismertette, hogy miről szól a könyv. Én amikor, tehát általában úgy történik egy ilyen külföldi könyvnek a kiadása, hogy rengeteg ügynökség bombáz engem kéziratokkal, és mindenki persze úgy adja elő, hogy az a legjobb könyv a világon, vegyük meg. De amikor ezt a Cramp című regényt küldte el egy külföldi ügynökség, akkor nagyon nem kellett győzködjön, mert egyből láttam, hogy ez valami olyan könyv, amit mi magyarok is megérthetünk. Egy nagyon különleges könyv, egy nagyon különleges szempontból ír a diktatúráról, ezzel a gyermeki nézőponttal
találkozhatunk. Tehát én úgy éreztem, hogy mi magyarok is, tehát ez egy olyan csillai könyv, amit mi magyarok is könnyűszerrel megérthetünk, és ezáltal közelebb kerülhet a két nép egymáshoz. A kötetről két szakértővel fogok beszélgetni, az egyikük a kötet fordítója, Varjú Kata, a másik pedig az ELTE, tehát az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa, Báder Petra. Velük fogjuk majd átbeszélni a könyv erényeit és érdekességeit, de még mielőtt ezt a beszélgetést megejtenék, a csillei követség segítségével sikerült egy interjút is létrehozni a szerzővel, úgyhogy azt videóról most megtekinthetjük, és utána fogunk beszélgetni. María José, cuéntanos un poco de ti. Soy escritora, nacida en el sur de Chile, periodista de formación, pero me dediqué desde hace ya unos 20 años a la escritura, principalmente de libros para niños, y Cramp, la novela que tengo el gusto de presentarles hoy a través de este video, es mi primera novela para adultos. Eres una gran lectora. ¿Cuáles han sido tus referentes literarios? Tengo muchos referentes literarios porque desde que aprendí a leer yo me encanté con la lectura. Desde los cuentos clásicos, infantiles, a también creo que una lectura que a mí me marcó mucho como lectora es la literatura japonesa, primeras novelas japonesas que leí en mi adolescencia, creo que marcaron mi oficio, toda mi trayectoria como lectora. Así que creo que esa ha sido una influencia muy importante para mí, también la poesía. Yo soy del sur de Chile, así que la poesía de Jorge Tellier, por ejemplo, es algo que a la que vuelvo muy, muy seguido. Después de la literatura infantil y de los libros de poesía, ¿por qué ahora esta primera novela, Cramp? Eso la verdad que no fue tan pensado como voy a escribir ahora una novela, sino que yo tenía pendiente escribir la historia del oficio de mi padre, que era vendedor viajero, y más que del oficio de mi padre, de la desaparición del oficio de mi padre. Esa era mi intención, no escribir en un formato o en otro. Pero por la naturaleza de la historia, me di cuenta que lo que pedía era una novela, que hubiera un desarrollo de los personajes, que un formato me permitiera contar todo lo que yo quería contar y lo que fue apareciendo también en el camino. Hay en la escritura, creo, una parte que es un plan, que uno dice, quiero escribir sobre este oficio, en el caso de Cramp, pero también cosas que van apareciendo de manera que están como un poco inconscientes y van apareciendo a medida que uno escribe. Creo que la novela fue un formato amable para poder hacer eso y contar la historia que yo quería contar. María José, eres conocida por tus libros infantiles, que no son precisamente libros felices. ¿Tu objetivo es hacer reflexionar a los niños? Bueno, yo también tengo libros que son felices, pero creo que sí, efectivamente, llaman más la atención los libros que tienen que ver con temas difíciles para los niños, como puede ser la migración, el exilio. Y mi objetivo no es hacer reflexionar a los niños, porque yo creo que los niños reflexionan por sí mismos, sino que acompañarlos en esas preguntas que se hacen cuando están intentando comprender el mundo, intentando entender qué es lo que están haciendo aquí, cuál es el papel de ellos en este mundo al que llegan.
Y creo que si bien el mundo tiene cosas muy hermosas, también tiene cosas muy difíciles de comprender y los niños las observan. Entonces, yo creo que a todos los escritores que escribimos para niños nos gustaría contarles solo las cosas, enfocarnos solo en las cosas hermosas, pero creo que también ellos necesitan la compañía que dan los libros en las cosas que también los entristecen o les preocupan, al igual que nosotros los adultos. Los niños no están, cuando escuchan la noticia, los adultos, los niños están ahí. Cuando pasa algo triste a nivel familiar o a nivel país, los niños están ahí. Entonces, creo que a mí me gustaría acompañarlos en ambos, en ambos lugares, digamos, tanto en la belleza como en el dolor también. La contemplación de la naturaleza, tu propia infancia o la memoria histórica son algunos de tus temas recurrentes. ¿Siguen siendo estos temas en los que ahondas en CRAM? Creo que el único, si pudiéramos hablar de tema, el único tema que yo tenía como horizonte en la novela era el tema de los de la desaparición del oficio de mi padre, que era vendedor viajero. Todo lo demás que pueda aparecer, como por ejemplo la memoria histórica o la biografía, creo que son cosas que siempre, que no se pueden como un poco despegar de la literatura. Creo que uno no, cuando haces un libro biográfico, probablemente también haces ficción de tu propia biografía. Incluso cuando no haces un libro, sino que en tus propios recuerdos, tú ficcionas un poco tu biografía. Lo mismo cuando escribes, cuando quieres escribir solo ficción, no creo que eso sea posible. También aparecen elementos biográficos. La memoria histórica es algo que nos marca como seres humanos, entonces sería imposible dejarla fuera de este oficio o de un trabajo literario. Entonces creo que cualquier trabajo literario o artístico que va a abordar todo eso, esos lugares que menciona la pregunta. La naturaleza de las cosas es una característica de tu modo de escribir, y en concreto de esta novela. ¿Cómo lo explicas? Creo que más que la naturaleza de las cosas, lo que a mí me interesa, no solo en Cramp, sino que también en otros trabajos, es el momento en que intentamos explicarnos cómo se ordena el mundo, cómo se ordena este mundo al que llegamos. Cuando somos niños hay un momento en que nos enfrentamos, ¿cierto?, a este mundo que es de por sí caótico, e intentamos ordenarlo con lo que encontramos a mano. Y cuando somos grandes, cuando ya somos adultos, también seguimos intentando hacer eso. Por ejemplo, yo creo que el intento del niño no es muy diferente al intento del científico, del filósofo, del teólogo, que lo que intenta finalmente es encontrar un orden a esto que por ser caótico nos provoca un poco de, o bastante, en algunos casos, inseguridad. Entonces, y es un mecanismo natural este buscar respuesta. A mí ese momento en que uno busca la respuesta, en que se da cuenta que va a necesitar un marco para moverse en este caos, es un momento que me parece muy bello, porque creo que tiene que ver con mucho de lo que ha hecho el hombre a nivel de en lo que ha avanzado en pensamiento, en el arte, en hasta los viajes al espacio creo que están motivados por ese intento de comprensión. Entonces sí, eso es algo que cruza no solo mi trabajo, sino que también mi vida, como no solo como escritora, es algo que ese momento en que uno quiere ordenar es algo que me conmueve mucho. ¿Esta novela es autobiográfica? Sí, un poco como
Como comentaba en alguna, en alguna pregunta anterior, es una novela que, cuyo punto de inicio es un hecho biográfico, el oficio de mi padre. Está situada en el lugar en que se desarrollaba ese oficio. Muchos de los personajes están basados en personajes reales, vendedores viajeros que yo conocí y que no olvido, que era eso lo que yo les quería decir en la novela. Yo no me olvido de ustedes, porque ustedes, con todo su desorden, ¿cierto?, con este caos que llevaban encima los vendedores viajeros, a propósito del caos que estábamos hablando antes, fueron una presencia muy luminosa para mí. Y la novela era un intento de decirles que yo no me olvidaba de eso. A partir de eso, sí hay mucha ficción. Hay también mucha escritura, mucho de lo que apareció en la novela fue totalmente inconsciente. Y yo dejé un poco que apareciera y que la novela tomara el rumbo que un poco quería tomar, independiente de mi plan. Y ese proceso también fue bonito, porque fue un acto como de confianza también en los mecanismos de la escritura. Como se esa cosa inexplicable de finalmente cómo se escribe un libro. O sea, es una cualquier otro tipo de trabajo artístico, ¿no? Tiene un punto no explicable. ¿Qué significa para ti que esta obra haya sido traducida al húngaro y que las personas de este país tengan acceso a conocer tu trabajo? Bueno, siempre eso es un motivo de mucha felicidad. Espero que en esta novela los lectores de Hungría puedan encontrarse en eso que las personas, independiente del tiempo en el que vivamos, la geografía que habitemos, que tenemos de común, de la que ojalá que nos encontremos con ese tiempo en que nos hacíamos esas primeras preguntas, en que en realidad teníamos como una ilusión de seguridad, que en realidad la novela se trata de cómo uno aspira al orden y finalmente hay como una rendición, como tal vez esto nunca se va a poder ordenar, pero esa conciencia creo que tiene que ver con el paso a la vida adulta, y esta novela tiene que ver con ese paso. Yo espero que los lectores de Hungría puedan encariñarse con estos personajes que viajan por el sur de Chile, que intentan de alguna manera ordenar su vida. Y para terminar, María José, una pregunta que los lectores siempre quieren saber. ¿Tienes una rutina como escritora? Tengo una rutina como escritora. Prefiero escribir en las mañanas. Pero es una rutina bien flexible. Por ejemplo, si estoy en una época en que estoy estudiando o en una época, mi trabajo también consiste en visitar escuelas, eso generalmente se hace por la mañana. Entonces, más bien tengo una rutina ideal. Mi rutina ideal es trabajar por la mañana y la tarde ya dedicarla, bueno, a todas las cosas que tenemos que dedicarnos todas las personas. Ir al supermercado, responder los correos, todas esas cosas. Pero idealmente creo que la mañana es un muy buen momento para escribir. Esa es mi rutina. Con un café al lado. Muchas gracias, María José. Gracias a ustedes. Chao, chao. Most már hallatszik. Talán azzal érdemes kezdeni, hogy még egyszer bemutatom az asztal körülülőket. Bal oldalon van Varjukata, a fordító ül, jobb oldalon pedig Báder Petra, az ELTE Ötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa. Velük fogunk beszélgetni a könyvről.
talán először Petrát kérném fel, hogy helyezze el ezt a könyvet így a csibei irodalomban. Köszönöm szépen, én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Nem egyszerre nehéz és könnyű elhelyezni ezt a könyvet a gyakorlás csilei kontextusban, irodalmi kontextusban. Nyilván rengeteg irányzat, rengeteg író, rengeteg téma és műfaj van, amivel, ahogy Magyarországon és Csillében is, amiben alkotnak az írók, de hogyha megnézzük, hogy mikor született fel rá, ugye 77-es, ha jól emlékszem, tehát a 70-es, 80-as évek generációjában nagyon erősen látszik a történelmi múltnak a feldolgozása, vagy feldolgozni akarása. Viszont Ferrada nagyon érdekes szerző, mert azt látjuk, hogy ő inkább egy másik téma választásával belesorolódik ebbe a témába. És van egy nagyon érdekes könyv Alejandro Zambrának, aki egy kortárs szerző, Ferrada kortársa. Az a címe ennek a könyvnek, hogy Formas de volver a casa, tehát magyarul az elmény a hazatérés formái, vagy hazatérés módozatai. És ott azt mondja, hogy az ő generációja a diktatúra gyermekei, akik nem tudnak egyszerűen másról írni, bármiről kezdenek el írni, muszáj valahogy megemlíteni a diktatúrát. Úgyhogy ilyen szempontból valójában ezt látjuk ebben a könyvben is, annak ellenére, hogy ahogy ő is elmondta a videóban, nem erről szeretne írni. Nagyon sok érdekes kortárs szerző van, még talán Lina Meruánét szeretném megemlíteni, azért említem őket, mert tőlük lehet valamit olvasni magyarul egy-két novellát. Ő viszont azt mondja, hogy ez a diktatúra gyermekei kifejezés nagyon rosszul hangzik. Mi nem szült minket a diktatúra, nem vagyunk mi a diktatúra gyermekei, és ő a post-memóriáról kezd el beszélni, ezt szerintem magyarul is érthető ez a kifejezés, tehát a post-emlékezet vagy utóemlékezet, és azt mondja, hogy bármi, amit írunk, az másodkézből származik, mert hogy mi nem, hiába közvetlenül éltük meg ezt a tapasztalatot, mivel gyermekek voltunk, akkor nem tudunk közvetlenül kapcsolódni hozzá. Tehát mint hogyha valami közvetítettség lenne itt, és már rengeteg kutató foglalkozik ezzel a generációval, hogyha nevezhetjük ezt generációnak, erről rengeteg szakmai vita van, most ezzel senkit nem szeretnék untatni. És azt mondják, hogy amellett, hogy nagyon sokszor egy gyermeki, vagy fiatal elbeszélő, egy tini elbeszélő van, amit ugye ebben a regényben is látunk, a magány és az árvaság, hiába vannak ott a szülők, mégis az árvaság az egy meghatározó érzése ezeknek a könyveknek, és szerintem ez nagyon kirajzolódik ebben a regényben is. Akkor hozzászoltok be rához, hogy lehet. Mert hogy a diktatúra gyermekei, vagy a zárvaság gondolat, ugye ebben a kisegényben is jól látszik, hiszen a regény első felében úgymond a kislány elszakított attól a történelmi valóságtól, amiben él, és van egy egészen más mitikus, vagy abszolút az apa már magában érdekes, vagy furcsa világképnél alakuló világnézete. És elég traumatikus pillanat a regény közepén, amikor ő szembesül az édesanyja emlékeim tárgyakon keresztül azzal a történelmi valósággal, ami valójában az ő családját és az ő személyes gyermekkori megéléseit is alakította és formálta. Igen, hát az a meghökkentő a könyvben, hogy a könyv első felében az ember kifejezetten jól szórakozik ennek a kislánynak a világképét, ahogy megismeri. Ez a Kramp, ez egy márkanév, ilyen szerszámoknak a márkája, és ezt a kislány nagyon megragadja a katalógus, amiben a csavarhúzók, meg a szögek, meg csavaranyák, meg kalapácsok, meg ilyen hasonló, ilyen fém és fa megmunkálási szerszámok vannak, és úgy érzi, hogy tehát ahogy a katalógusban minden olyan szépen el van rendezve, hogy a világ is nyilván ilyen, és mindent értelmezni lehet a katalógusban található tárgyak segítségével. És ezért az ő Isten képe is egy nagy asztalos, és vannak ilyen leírások, hogy a csillagok sem csillagok az égen, hanem a nagy asztalos verte be a szögeket és azok a csillagok, amiket mi látunk. Hát engem ez nagyon megfogott, hogy ő neki egy ennyire rendezett világa van, és ehhez képest, mint egy ilyen gyomorba vágást jön a második része a könyvnek, amikor
így átszüremlik az a háttér, amiben ez egyébként ilyen nagyon ideális apa-leány viszony működhetne. Ti nektek ez hogy? Ti is hasonlóan értétek át? Igen, abszolút. Nagyon érdekes, amiről mesélsz, ez a tudatra ébredés. Tehát, hogy kicsit hozza ez a fejlődésregényt, bár ez nem egy ilyen 1000 oldalas nagy fejlődésregény, vagy bildungsroman, de valahol mégis az felvillantja a műfajnak a néhány ilyen tulajdonságát. És nagyon érdekes ez az öntudatra ébredése a gyermeknek, amikor, és ez nagyon szépen végig van vezetve a szövegen, hogy egyértelmű lesz, amikor már inkább ez az öntudatra ébredt gyermek már felnőtt hangon fog beszélni hozzánk. Tehát az elrészérő hang is nagyon megváltozik egy idő után. Egy láz lesz a fordulópont, ami közvetlenül egy ilyen tragédia, egy ilyen, nem emlékszem, hogy rendőrök vagy katonák, talán nem is mondja, általi számonkérés után történik, és lázas lesz a lány, és ez a betegség okozza ezt a fordulópontot, ami egyébként szintén a kortárs chilei irodalomnak nagy témája, a betegség maga. És hogyha nagyon szeretnénk kiteríteni a regény témáját, akkor akár egy másfajta diskurzusba is be tud csatlakozni ez a fajta váltás. Ugye, ahogy Petra mondta, van egy fejlődés regény, ami egy kis regényben előfordulhat belőle, de ugye a latin-amerikai irodalommal kapcsolatban nagy probléma az, hogy a boomot emlegetik, vagy a mágikus realizmus, vagy ahogy tetszik, és lényegében a regénynek a váltása leírja azt a fajta gondolati váltást, ami mondjuk a mágikus realizmus kísér számunkra mitikus világképe, és az utána következő irodalom tudatra ébredése, vagy világra ébredése között történik. Tehát, hogyha így nézzük, akár van egy, rámolvashatunk egy irodalomtörténeti értelmezést is, de tény, hogy nagyon szépen és nagyon intim módon dolgozza fel ezt a váltást. Az egészen furcsa, nagyon ironikusnak ható gyermekkori nyelvből és világlátásból, ahogy átlépik, sokkal valószerűbb és tudatosabb, racionalizált felnőtt jelenet. És az is nagyon tetszik nekem, hogy ez a gyermeki nézőpont, ez nagyon sok lehetőséget kínál. Mert rögtön itt van a gyereknek az anyukája és az apukája. Hogy mennyire két különböző világot testesítenek meg. Ugye az apuka az, akivel cinkos társakká válnak, barátkoznak, és együtt mennek ügynökösködni, de az anyuka az valami teljesen más világot képvisel, tulajdonképpen a valóságot, vagy a diktatúra, hát őrajta jobban nyomot hagyott, és nagyon érdekes ezt a kettőséget megfigyelni. Igen, és nagyon érdekes az is, hogy hogyan kapcsolódik a gyermek, vagy ez a gyermeki lélek ehhez a kettősséghez. Ugye eleinte rajong az édesanyjáért, akiről semmit nem tudunk. Én az elején azt hittem, hogy nem is él az édesanyja, aztán talán valamilyen betegséget emlegel, tehát nem igazán világos, hogy ott mi történt az anyával, de azt érezzük, hogy valamilyen trauma van, amit még ez a gyermeki nyelvezet nem tud kimondani, nem tud verbalizálni. Ez nagyon-nagyon szépen ügyesen ki van dolgozva szerintem a szövegben. Rajong az édesapjáért, és hazudik az anyjának. Tehát ez a titok mechanizmus, ez ami a gyermeki létnek lehet a sajátja, ennek is rengeteg olvasata van, tehát akár ezt is ugye megpróbálhatjuk a történelmi múlt felől megközelíteni, hogy egy ilyen elnyomó rendszerben nem lehet akármit kimondani. És ezzel rögtön vissza is csatolhatunk ugye a magyar irodalmi hagyományra, hiszen most, ahogy Petra beszélt, eszembe jutott Dragomány György regénye, Fehér király, ami ugye nagyon sok nyelven megjelent, és ebből kifejezőleg jól reprezentálhatja a magyar irodalmi hagyományt, de ugye a kisegényben az apa és az anya világa nagyon jól megjeleníti ezt a fajta kisikló mentalitást, ami az apuka, hogy nem veszem észre, hanem felépítek magamnak egy logikus, vagy szépen elrendezett világot, ami jelen esetben a szerszámkataloguson alapul, és jól működik egy ideig. És ott van az anyuka világa, ami pedig inkább a fájdalmas történelmi emlékezet, annak a megléte,
Ugye az emlékek akkor sejlenek fel, hogy mi történt az anyukával, hogy miért hittük azt, hogy ő halott, vagy beteg, vagy én azt hittem, hogy kómában van egy ideig. És hogy ezt az egészet egy hátizsák rejti. Az összes információt, tehát ugye eddig voltak a szerszámok, és akkor a szerszámokról váltunk az anya hátizsákjára, ami pedig a múltat tartalmazza, és azt a fajta történelmi viszonyulást, amiben már elkezdünk emlékezni. Tehát az anya emlékezik, csak az emlékezés az olyan fájdalommal jár, hogy ő lényegében nincs jelen az életükben. Igen, erről az emlékezésről még mondanék gyorsan valamit, hogy azt mondja, ha jól emlékszem, hogy amit a hátizsákban találtárgyak, azok egy kirakó darabjai, és ez nagyon szépen mutatja azt, amiről nagyon sok, nem csak Chilében, de szerintem Argentinában is sok író beszél, hogy mennyire fiktív, vagy egy ilyen fikció maga az emlékezet, és hogy hogyan kell ezeket a kis kirakókat megoldanunk, vagy ezeket a hiányzó részeket, ezeket a lyukakat valamivel kitöltenünk, ami nem feltétlenül a valóság. És utaljunk egy másik híres híreire, Roberto Bolaño-ről, aki nagyon szépen megmutatja nekünk a történelmi emlékezet lehetetlenségét, vagy a lyukak kitöltésének a problematikusságát. Nem is olvasható magyarul. Egyébként nagyon érdekes, mert nem beszéltünk össze, csak éppen, hogy majd itt fogunk beszélgetni. És én is a Dragomán Györgyöt írtam fel magamnak, a jegyzeteimnek, mert tényleg önállal is ez van, hogy van egy gyermeki nézőpont, és abba beszülemkedik egy hát ilyen politikai valóság, egy háttér is átfesti az egész gyermekkorát, tehát ebben én is észrevettem ezt a hasonlóságot. A másik dolog, ami pedig eszembe jutott, ahogy itt beszéltetek, az a könyvben a csöndeknek, meg a hallgatásnak a szerepe, hogy mit hallgatnak el, a félelemnek a csöndje, a cinkos összetartozás csöndje, minden ilyen ki nem mondott dolgok azok, amik óriás súllyal szerepet játszanak a történetben. Vagy említettük ugye a fotóst, azt hiszem, hogy mert ugye senkinek nincsen neve ebben a regényben, hanem mindenkit a neve kezdőbetűjével jelölnek, ami szintén egyébként egy ilyen titokmechanizmus, hogy annak a része lehet, de aként értelmezhetjük. És ott van a fotós, aki azt mondja a gyereknek, ugye a gyerek nyelven, hogy ő szellemeket fényképez, és egy nagyon izgalmas kutató útra indul, és ez is egy olyan motívum, ami később egyértelműen majd az elnyomó rezsimhez és a diktatúra által elkövetett bűnökhöz tartozik, és ezt is nagyon sok szerzőnél látjuk. Bolaño például nagyon egyértelműen foglalkozik az eltűnésekkel, a Lina Meruane pedig, akit már említettem, szintén egy ilyen, ő ilyen tündérmesékben helyezi el, például megjelenik a hét törpe, akik a bányában csontokat keresnek. Tehát ez egy ilyen nagyon kemény történelmi tapasztalatnak a megélése, amit először egy ilyen nagyon játékos nézőpontból látunk, majd ugye van egy ilyen rádöbbenés, hogy itt mi történt. Igen, és éppen ezért az egyetlen név van a regényben rendesen kiírva, annak az eltűnt személynek a neve, akiről megtudjuk, hogy az anyukának is és ennek a fotósnak is a közös haverja volt, vagy az anyukának talán az első szerelme. És ezért ez annyira meghökkentő, hogy mindenki csak így DMS, tehát ilyen kis egyetlen betűvel vannak jelölve, és ez az egy ember pedig teljesen négy darab névvel, tehát egy hosszú család és keresztnév sorozattal. És több interjúban is olvastam, a Maria José Ferrada elmondta, hogy azért, mert hogy ezekről az emberekről ennyi maradt meg a nevük. És hogy ez mindenki így, tehát hogy ezt fontosnak érezték, hogy akkor legalább a nevüket végigmondani, kimondani, mert ennyi tudott megmaradni, úgy eltűntek rontalanul. Egy kicsit megkérdezném a Katát, hogy milyen volt fordítani ezt a regényt. Kicsit zavarba ejtő volt fordítani a regényt, mégpedig azért volt nehéz, mert egy annyira lecsupaszított nyelvet használ az írónőm, amitől zavarba jöttem. Tudnék, hogyha ezt így fordítom magyarra, akkor azt érzem, hogy egy gyerek nem beszélhet így, vagy nem, valamilyen módon nem volt elég ízes magyarul. Próbáltam meghagyni mindent a lehető legcsupaszabb módon. Igen, de egy kicsit vágyottam arra, hogy jobban szóljon, vagy jobban tanuljon magyarul, és úgy remélem, hogy ezt sikerült elérni ízások nélkül.
Még az a kérdésem, hogy nektek személy szerint mit adott ez a könyv? Amikor elolvastátok, milyen üzenetet, vagy mit tartottatok fontosnak benne, vagy mit tetszett, mi volt a... Én szeretném mondani, amikor megkaptam a kiadótól olvasásra a szöveget, akkor én egy buszra szálltam, és gondoltam, hogy ott elkezdem olvasni. Ez olyan jól ment, hogy nem tudtam leszállni a buszról, mert hogy egyben végigolvastattam magát a szöveg, és őszintén megmondom, nagy mint egy gyomorszájra ütés olyan volt a regény közepe, úgyhogy azt már ott érzékeltem, hogy itt lesz egy kis problémafordítás közben is. Viszont őszintén megmondom, hogy a regény humora és az a szeretetteljes irónia, amit használ végig, nagyon-nagyon jól esett olvasóként is, mert először ugye olvasóként olvastam, és nem tudtam letenni. Igen, ezzel én is ugyanígy voltam. Én az elején nagyon megijedtem, hogy egy ilyen, hogy mesterkét lesz ez a szöveg, hogy nagyon gyermeki volt a nyelvezet, és na, már végig így marad, akkor ez nem fog működni felnőtteknek, de megváltozott. A másik, nekem is a nyelvezet egyszerűsége, amit Kata említett, megdöbbentett, hogy mennyire nem csidei ez a szöveg, tehát hogy nem nagyon-nagyon kevés, olyan, a csidei nyelv az nagyon jellegzetes, rengeteg jellegzetes kifejezéssel van, és nem összekeverendő a spanyol nyelv más változataival. Tehát, hogyha kinyitok egy szöveget, a harmadik szóból tudom, hogy ezt egy csilei szerző írta. Itt nem ez volt, tehát ez nekem nagyon-nagyon... Én a kortársakat kutatom részben, hogy ezt a kutatóra témát is elkezdtem most kutatni, és nekem ez nagyon tetszett, hogy ő eltávolította, vagy megpróbálta magát eltávolítani kicsit ettől, és amilyen sokkal könnyedebb és játékosabb lett ez a könyv a komoly téma ellenére is. Hogy említsünk még egy írót, aki hasonlóképpen használja a nyelvet, Roberto Bolaño. Én számomra az volt az üzenet, hogy az ember megpróbálja mindig rendet tenni a világban, azt gondolja, hogyha így betartok szabályokat, mert a normál leckét, nem tudja, akkor nem lehet baj, mert mindent jól megcsináltam, elrendeztem, mindent értek, és ugye most ezt az utóbbi években megtapasztaljuk, hogy Covid-fertőzés, orosz-ukrán konfliktus, tehát egyik ilyen zavaros helyzetből esünk a másikba, amikor tulajdonképpen visszakerülünk ebbe a gyermeki nézőpontba, hogy csak kapodjuk a fejünket, és nem értünk semmit, és új rendet kell, állandóan új rendet kell teremteni a világban. Én ezt éreztem. Mint ilyen? Ez teljesen igaz, aktuális, nagyon aktuális. Átadnánk a szót a közönségnek, hogy van esetleg kérdés. Reméljük, hogy sikerült fel. Igen, sokat szeretném mondani, hogy szóval arra gondolok, hogy a mostani az Ukrajna helyzetben, hogy ezek a rengeteg gyerek, aki ide Magyarországra jönnek, és a Lengyelország és a többi országokba mennek, szóval, és oda furkároznak egy helyen a másikra, játszanak egymással, én oda kulturális háza járok, ahol rengeteg ukrán menekültek vannak, és eszegyűjtenek sok minden, és mindig abban a házban sok minden ezzel kapcsolatok dolgok vannak, és akkor ezek a gyerekek mire gondolnak? Tulajdonképpen egy diffusz világban élnek, de ugyanakkor, mert én emlékeztem, amikor kicsi voltam, amikor lett ez a probléma, a Kuba vitték az oroszok ezeket a nukleáris rakétákat, akkor én úgy éreztem, hogy nem érdemes menni az iskolába. És az csoporttársaim ugyanarra gondolták, hogy most világháború lesz, világ vége, és nem megyünk az iskolába, és nem tudom, hány éves voltam, de biztos, hogy kicsi voltam, és akkor gondolom Ukrajnában, hogy mi van ezzel a gyerekekkel. Szóval a világ állandóan káoszban van, ez egy nagyon is rossz dolog, minden akarok rendezni, de soha nem elég ezt a rendezés elérni, hogy tényleg rendben legyen a világ. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen. Pont erről szól ez a regény, és ott is van egy ilyen iskolakerülés, hogy nem megy iskolába a kislány, csak ott van egy cinkosság, mert hogy azért, mert dolgozik az édesapjával, és aztán még az édesapjának egy barátjával is. Úgyhogy ez amit mond, ez a tapasztalat, ez tökéletesen megjelenik. Bár itt nem egy ilyen migráció van, vagy az később van, amikor ők elutaznak a regény vége felé, van egy ilyen eltávolodás, majd visszatérés az apához, de ez a tapasztalat megjelenik. Quería hablar en húngaro, pero así mejor lo dejamos en castellano. Una pregunta. Ella dedica el libro a la protagonista de Luna de Papel, la película Bogdanovich. ¿Sabéis algo de...? La historia es muy semejante a la película de los años 30, la depresión pasa a los 70 en Chile, el personaje infantil es muy semejante a... ¿Ella comenta algo sobre la influencia de la película o sobre no influencia? Y una pequeña cosa, en esa película hay un director de cine que está el director de fotografía húngaro, está Laszlo Kovács, el amigo de... no recuerdo cómo se llama, es Kovács, creo. Es una dirección de fotografía maravillosa. Gracias. Yo, entre las entrevistas, no he encontrado nada, ningún tipo de referencia a esta película, aunque me interesa mucho. Pero me parece que la película es una referencia simbólica, porque la película se desarrolla durante la Gran Depresión en los Estados Unidos y ella quiso escribir sobre la desaparición del oficio de su padre, y por eso me parece que es un vínculo muy fuerte para ella. Y también en esta película aparece un padre, más o menos, y su hija, y ellos comienzan a trabajar juntos. Pero la situación es un poco diferente, aunque la madre también está ausente porque está muerta, ¿no?, en la película. Pero no he hallado ningún tipo de referencia. Szóval, hogy a regényt Papírhal című film idézetével kezdi, és a Papírhal című film meg is jelenik a kis regényben, és az volt a kérdés, hogy van esetleg valamilyen kapcsolódás a regény és a film között. Viszont az interjúban én nem találtam semmilyen erre vonatkozó kérdést, sajnos. Viszont a film az a gazdasági világválság idején játszódik Amerikában, a 30-as években, és az édesapja munkájának az eltűnéséről és egy nagy gazdasági átrendeződésről akart írni. Ezért úgy gondolom, hogy fontos volt számára az a szimbolikus kapcsolódás, ami a film és a saját története között található, és ugye az a film is egy nagyon-nagyon ironikus és kedvesen ironikus történet. Egyéb kérdés, hozzászólás? Hogyha így hivatalosan nincs, akkor ezt a hivatalos részét bezárjuk ennek a kerekasztal beszélgetésnek. Köszönjük a figyelmüket, reméljük sikerült felkelteni az érdeklődést a könyv iránt, amit most egyébként nagy kedvezménye, ott hátul meg lehet venni a kolléganőmtől. És hát reméljük, hogy ugyanúgy örömmel fogjátok olvasni, ahogy mi fordítottuk és kiadtuk. Köszönjük szépen a figyelmet! Ha jól láttam, hogy hátul az asztalnál már mindenféle borokkal lehet kóstolni. És a borokat a csillei nagykövetség hozta, ezek szerint akkor valami jófajta csillei borokról van szó, mindenképp érdemes megkóstolni. Köszönjük szépen!